Kedves nézőink, az Ajkai Önkormányzat új rendeletet alkotott a lakóépületek felújításával kapcsolatban. A most következő stúdióbeszélgetésben erről tudhatnak meg többet. Köszöntöm a stúdióban Vencel Antalt, az Építési és Városgazdálkodási Iroda vezetőjét. Jó estét kívánok, Vencel úr! Az önkormányzat tehát alkotott egy új rendeletet, de miért volt erre szükség, hiszen lakóházakkal kapcsolatos rendelet, felújítással, karbantartással kapcsolatos rendelet volt már korábban is. Jó estét kívánok, köszöntöm én is a tévénézőket. Volt már igazából 2003 óta megy Ajka városában. Nagyon aktívan az úgynevezett panelprogramként indított lakóépület felújítási program. Ezt a rendeletet most már igazából harmadszor frissítjük meg. Egyszerűen azért volt rá szükség, mert a változó igények, a lakossági igények, a központi pályázati feltételek, a városfejlesztési elképzelések annyira változnak, hogy szükségét éreztük annak, hogy ehhez rugalmasan alkalmazkodó jó helyi rendeletünk legyen, és ezt próbáltuk ezzel a rendelettel elérni. Tehát országosan is van egy kiírás, ugye akkor ezek szerint ehhez igazították most a helyi rendeletet? Így van, tehát igazából próbáltunk egy olyan rendeletet alkotni, ami rugalmasan bármikor, bármelyik évben kiírt központi párti feltételeknek is jól megfelel, illetve helyi igényeket is jól ki tudja szolgálni, tehát egy rugalmas, jól alkalmazható rendeletet próbáltunk létrehozni. És mindjárt az elején tisztázzuk akkor, hogy ez nem a pályázat, ugye? Tehát még senki ne jelentkezzen, mert megjelent az a rendelet, hanem... Így van. A korábbi, illetve a szokásos rendelet közététel, ez... Tehát az szerint, a szokás szerint ez a rendelet is közzé lett téve az Ajkai TV-n, ki lett hirdetve, mint ahogy közzé kell tenni egy önkormányzati rendeletet, és nagyon sok városlakó ezt félreértelmezte, és ennek a mivel a nevében bán van egy lakóépület felújítási rendelet, elkezdtek érdeklődni utána, hogy akkor hogyan lehet pályázni, milyen feltételekkel, stb. Tehát ez nem rendelet, ez nem egy párti kiírás, ez egy önkormányzati rendelet, ami arról szól, hogy a képviselő testület, illetve az általa felruházott gazdasági és városfejlesztési bizottság milyen feltételekkel tudja megalkotni a részletes pályázati feltételeket. Tehát ez a rendelet az alap lelke az egész. Ez alapján fogják majd kiírni a pályázatot későbbiek folyamán. Mennyiben módosult ez a rendelet a korábbiakhoz képest? Elsősorban próbáltunk arra törekedni a rendelet tervezet összeállítása során, hogy egy jól használható, rugalmasan alkalmazható rendeletünk legyen. Kisebb-nagyobb módosítások történtek természetesen a korábbi rendelethez képest. Ilyen például az, hogy a pályázók köréből a korábban a társasházak, a lakásszövetkezetek, a gazdasági társaságok, a közintézmények jelenhettek meg a pályázatokban, mint pályázók. Most ez kibővült a természetes személyek körével. Ugyanakkor például volt egy korlát, hogy 4 lakásos lakóépület pályázhatott, tehát minimum. Most ez a megkötés is kikerült a rendszerből, tehát igazából akár családi házra is meghirdethetővé vált a rendelet. Éppen ezért jön be a természetes személy fogalma. Tehát magánemberek, magánszemélyek. A pályázat tárgyát, tehát a megpályázható feladatok körét tekintve rettentő nagy módosulás nincs. Alapján hasonlóképpen a városvezetés elsődleges célja továbbra is a homlokzatfelújítás, tehát a városkép javítása. Ebben a különböző homlokzatfelújítások mellett természetesen kiemelt szerepet kapnak az energetikai beruházások. Tehát magyarul szigetelés. Így van. Itt a homlokzat szigetelés, nyíllázzal, rocsere, lapos tető, hő és vízszigetelése, alsófödém hő szigetelése szerepelnek elsősorban, de lehetőség nyílik továbbra is a sima egyszerű homlozott festésekre. Tehát ugyanakkor lehetőség van, ugyancsak központi pályázati kiírásokhoz igazodva most már majd a megújuló energiáknak a pályázati kiírására, tehát ezek a pályázati lehetőségek igazából nagyon nem módosultak a korábbiakhoz képest.
jelentős. Bocsánat, fűtéskorszerűsítés is lehetséges, illetve hideg-meleg vízrendszerek felújítása, stb. Tehát ezek mind-mind lehetőségek. Nagyon jelentős változás talán az, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, mint a pályázat kiírója, sokkal rugalmasabban tudja megfogalmazni a pályázati kiírásban az elképzelt feladatokat, tehát sokkal könnyebben tud mozdulni, mert maga a rendelet rugalmasan kezeli a feladatokat, tehát rugalmasan tudja pályázatonként átérően változtatni, hogy mit lehet megpályáztatni, milyen mértékű támogatást biztosítani. Igen, ezt szerettem volna kérdezni, hogy ugyan tudjuk, hogy még a pályázat nincs, de van erre valamiféle terv, rendeletben szerepel-e az, hogy mennyi lehet a támogatás arányában? Most a rendelet éppen a maga rugalmassága is ebben rejlik, tehát pontos mértékeket, mint ahogy a korábbi rendelet meghatározott, tehát pontos százalékok voltak a korábbi rendeletben, illetve meg volt határozó például az, hogy egy lakásnak a támogatási maximum 500 000 forint lehet, átlagértékről beszélünk, illetve meg volt határozva az is, hogy egy-egy igénybe vehető támogatási maximum összeg mennyi lehet. Ezek a mértékek most a magában rendeletben nincsenek meghatározva, tehát ez mindig az aktuális feladattól, az aktuálisan közzétett központi pályázati kiírástól függően tudja a Gazdasági Bizottság ezeket majd közzétenni, tehát itt van a jelentős rugalmasság a rendeletben, és könnyen lehet igazodni a feltételekhez. Egyetlen egy mérték van a rendeletben, ami százalékosan meghatároz egy maximumot, az, hogyha valaki indul egy helyi pályázaton és támogatást kap, illetve részt vesz egy központi pályázaton is, ahol ugyancsak támogatást kap, akkor a kettő támogatás együttes értéke a 75%-ot nem haladhatja meg. Amennyiben a mérték meghaladja 75%-ot, a rendeletünk szerint a pályázónak az önkormányzati támogatás mértékéről kell lemondani, tehát annak az értéknek kell visszalépni. Tehát amikor a központi támogatásról beszélünk, akkor az állami támogatásról beszélünk, ugye ehhez jön hozzá az önkormányzati, tehát ha jól értem, akkor önök a lehetséges állami támogatáshoz igazítják hozzá az önkormányzati támogatást. Beletartozik ebbe a körben, ha jól tudom, az építészeti örökségünk, a védendő épületeknek a köre is. Erre is lehet akkor pályázni? Ezzel a témakörrel kapcsolatban még sok információt nem tudok mondani, ugyanis az április 28-ai képviselőtestület ülésen fogadta el az ezzel kapcsolatos rendeletét a képviselőtestület. Ugyancsak ez a rendelet fogja várhatóan kezelni ezeknek a témaköröknek a pénzügyi támogatási rendszerét. Várhatóan ebben az évben már ebben a témakörben fog az önkormányzat várhatóan pályázati lehetőséget biztosítani, és nem csak az az elvárás, hogy valakinek a lakóépülete, az a bármilyen ingatlan a városképi szempontból megfelelően nézzen ki, elfogadható legyen, hanem a városvezetés ezt anyagilag támogatni is kívánja. Tehát nem csak egy határozott fog valaki kapni, hogy újítsa fel a házat, hanem ezt mi anyagilag segítjük is. És ez a rendelet lesz az alap. Itt a pályázat szó ugye elhangzott körülbelül minden második mondatban. Nem tudom, van-e arra vonatkozóan információ, hogy az önkormányzat mikor írja ki végül is a pályázatot? Mint elmítettem, a településképi eljárása kapcsolatban várható véleményem szerint, de ezek még nem eldöntött tények. Olyan nagymértékű pályázati kiírás közzététele véleményem szerint az idén nem nagyon várható, mint amilyen tavaly volt. Tavaly rendkívül nagymértékű igény érkezett, 61 lakóépületnek a pályázata érkezett be, és az önkormányzat minden pályázatot műszaki tartalom csökkentés nélkül változatlanul, hogy benyújtották, támogatott, és ennek a mértéke, illetve a nagyság, de olyan jelentős volt, a 1,5 milliárdot meghaladja a pályázatnak az összértéke, amihez egy 650 millió forintos önkormányzati támogatást kapcsolódik, és ezt a támogatást
a döntéshozó úgy fogadta, hogy 2015-re és 2016-ra biztosítja a szükséges pénzeket. Ezek 250-300 millió forint körül értéke, tehát az idén várhatóan ennél nagyobb léptékű támogatás vélemény szerint nagyon nem várható. Vencel úr, köszönjük szépen a tájékoztatást! Szívesen!